a költészet a rengeteg jó hangulatnak a lefestése, mélység és szerelem. Én nagyon szeretem a költészetnek a könnyedebb oldalát. A jó irodalom, az őszinteség és hidak teremtése emberek között. Én ennek a szabadságát szeretem, és a sokféleségét, a sokszínűségét. Engem az fog meg egy versben, meg egy szövegben, hogyha emberi és emberközeli, és nem tart távolságot az olvasótól. Nekem ez a lényege egy jó versnek, és ilyen szerintem Nemes Nagy Ágnes, József Attila, és aki nekem 2022 ajándéka, Csóri Sándor, akit idén ismertem meg, és ők a kedvenceim. Nem véd a szó, én sokat kell foglalkoznom az irodalommal, és nagyon örülök, hogy most ezt együtt ünnepelhetjük, és ezt így megélhetjük együtt, és különleges hangulata van ennek az egésznek, hogy összejönnek emberek, és együtt ünneplik az irodalmat. És hogy összejönnek művészetek, tehát a zene is van a napban, ez tök jó, meg színház, nagyon izgalmas. Öt nagyon szép, mély dalt hoztunk. A vers megzenésítés ez egy tök izgalmas dolog, mert nem igazán csináltam ilyet, féltem is tőle. Én ott is hangulatokban gondolkodtam alapvetően. Az én kedvenc könyvem gyerekkoromban a Tandori Dzsezsőnek a Nagy Bomb foci könyve volt. Gyerekverseket írok sokat, szerencsére az emberek ezt is szívesen veszik, és hát, hogy mi ihlet meg azok a dolgok, amik általában a költőket, a szerelem, az évszakok váltakozása, a nátha, nagyon sok verset írtam a nátháról, amióta gyerekeim vannak, azóta róluk írok. Arany János Őszikép című versciklusa milyen különleges hordozón olvasható. A Petőfi Irodalmi Múzeum, a Petőfi Kulturális Ügynökség és a már említett Pocket közös rendezvényéről van szó, és hogy tényleg reggeltől estig irodalomban volt kolompos koncert, volt a kézműves foglalkozások, irodalmi kvíz, számos olyan úgymond szakmai beszélgetés, ami látogatásával a közönség eljuthatott, közelebb juthatott ezekhez az életművekhez, meg a magyar irodalomhoz. És ez az emlékév egy csodálatos lehetőség erre, hogy a színházakban Tamásit játszanak, hogy több helyen Tamási idézeteket választanak, és keltenek életre. Mindig azt látom, hogy az emberek egyszer csak rájönnek, hogy hát a versek azok milyen jók, úgyhogy szerintem például ezért nagyon jó dolog, hogy van ilyen, hogy költészet napja.